Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videóban pedig beszéljünk egy kicsit a Jedik inkompetenciájáról. Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Biztos feltűnt már nektek is, hogy a prequel filmekben a Jedi rend, főképp a Jedi tanács, ennyien szólva vaskalaposnak, maradinak, teszetoszának és tehetetlennek van beállítva, és ennek fényében nem is annyira meglepő, hogy a szitek bosszúja végén mi is lesz a sorsuk. Sokáig próbáltam azon az állásponton maradni, hogy a Jedik alapvetően a körülmények, illetve egy könyörtelen ravasz Sith nagy úr csapdájának áldozatai. Na ennek a könyvnek hála végre bebizonyosodott az, hogy nem, a Jedik tényleg a saját hülyeségüknek az áldozatai. Emlékezzünk csak vissza, mit is mondott Obi-Wan a negyedik részben. A régi köztársaságban a Jedi lovagok voltak a béke és az igazság védelmezői emberöltőkön át. Tehát, mit is kellene tennie a Jediknek akkor, hogyha a tudomásukra jut az, hogy valaki veszélyben van vagy veszélyben lesz? Oda menni és megmenteni. Mit tesznek a Jedik ebben a könyvben? Yoda mester vezetésével? Hát, az a rendszer ugyan a köztársaságban van, de nem fizették be az adót, és nem utasított minket a szenátus arra, hogy mentsük meg őket. Ugye már a filmekben is Yoda mester elmondja azt, hogy a jövőt érzékelni veszélyes. Ez rendben is van egyébként. Emlékezzünk vissza, a görög eposzi kellékek között volt egy olyan, hogy fátum, ugye egy olyan jóslat, ami önbeteljesítő, tehát hiába próbálkozol ellene tenni, igazából pontosan azt fogod segíteni, hogy bekövetkezzen az a dolog. Ezt én értem és el is fogadom Jodától. De amikor az történik, hogy vannak olyan Jedi padawanok, gyerekek, akik fogékonyak arra, hogy érzékeljék a jövőt, és mondjuk az egyik, Sifo Dyas, Dooku legjobb barátja, érzékel egy hamarosan bekövetkező kataklizmát egy mezőgazdasági világon, akkor mit tesznek a Jedik Yoda mester vezetésével? Hú, derítsük ki, melyik az a világ. Igen, megvan, az lesz az. Igen, az lesz az. Menjünk megmenteni őket, mester. Meditáljunk rajta. És akkor, amikor ezek után egy Jedi mesternek, Lene Costanának, Sifo Dyas mesterének ez nem tetszik, és megkerüli Jodát, egy szenátornak szól, hogy szóljon a Jediknek, hogy na akkor irányhorány megmenteni az adott bolygót, akkor még Yoda mester mit mond, vagy mit csinál? Akkor beszéljünk még egy kicsit arról, hogy alapvetően a Jedik a pártatlanság véget kerülik a társas érzelmi kapcsolatokat és kötődéseket. Tudjátok azokat a dolgokat, amik például anyukáddal, apukáddal, testvéreddel, vagy mondjuk majd később a szerelmeddel kialakul, vagy kialakulhat. Miért? Mert hogyha rendet kell tenni a galaxisban, és nem tudsz pártatlan lenni, akkor nem tudsz objektív szempontból igazságot tenni két fél között, és ez rendben is van. Mit tesz a Jedi tanács Yoda mester? Egy a fiatal éveiben járó padawan, akinek nem ismerjük a képességeit, vigyük el a szülő bolygójára, ahol potenciális esélye van arra, hogy összefut a család tagjaival és kapcsolat alakul ki közöttük. Ezen kívül sok mindent mondhatnék még egyébként, és fogok is majd mindjárt, de szerintem ezeket a dolgokat, hogyha sorra vesszük, akkor igazából ténylegesen bizonyítható az, hogy a Jedi tanács, a Jedi rend, és alapvetően Yoda mester ebben az érában igenis a szakmai hozzá nem értés, vagyis szakszerűtlenség, vagyis inkompetencia csapdájába vagy hibájába esett. Úgyhogy igazából abszolút meg tudom érteni, hogy miért is kerülnek oda a szitek bosszúja végén, ahova. Egyébként a könyv fantasztikus. Eredetileg ez egy audio dráma, nem is csak hangos könyv, hanem egy olyan hanganyag, amiben minden szereplőnek külön szinkron színésze van, hangeffektek vannak alatt, a zenei aláfestés, szóval igazából egy komplett műsor, olyan, mint egy film, csak kép nélkül. És olyan sikeres lett ez az audio dráma, hogy utána ennek az átiratát ilyen forgatókönyves változatban, mindjárt meg is mutatom nektek, látjátok, tehát igazából ilyen csak maguk a szöveget mondóknak a nevei vannak odaírva, és alapvetően nincs semmi olyan képleírás vagy tájleírás benne, amit mondjuk egy regénynél megszokhattunk. Szóval ebben a formában kiadták Amerikában, és utána ezt már nálunk is kiadták. Őszintén szólva, ez a legjobb Star Wars könyv, amit valaha olvastam. Fergeteges. A történet szerint Tassa Ventress, Dooku gróf újdonsült tanítványa,
azt a feladatot kapja mesterétől, hogy keresse meg annak elrabolt húgát, Jenzát. Ehhez segítségül beszélgetések, tehát dialógusok kapcsán, illetve holofelvételek, naplók és holojegyzeteket ad a gróf Ventressnek, amiből jobban megismerheti a célszemét, és ezáltal segít neki nyomra vezetődni. Kiderül, hogy Dooku, ugye az előbb már elmondtam, hogy Yoda mester jó voltából vissza tudott menni a szülő bolygójára, Serenóra, ahol egy ünnepség keretében valamilyen az erőn keresztüli kapcsolódást érzett egy lányhoz, akiről később kiderül, hogy egyébként az ő húga, Jenza Serenó. Ja, mert hogy egyébként megtudjuk, hogy Dooku grófnak a vezeték neve az Serenó. Ugye az általában ilyen nemesi házaknál, családoknál nem szokták mondani vezeték névnek, mint én, hogy Gellai Tamás vagyok, vagy például az angol királynő, és azt mondom, hogy Windsor. Na mindegy, lényegtelen. Szóval Dooku a Serenó bolygóról származik, és a Serenó család Gora grófjának fia. Aki egyébként utálja a Jediket, és amikor ki is derült, hogy a fia erőérzékeny, akkor egy korcsként ki is rakta az erdőbe, és hívta a Jediket, hogy távolítsák el ezt a korcsot a bolygójáról. Szóval ezek után Yoda mester visszavitte Dookut a Serenóra, ahol kötődés alakult ki a húgával, és titokban több éven keresztül, azt hiszem 5-10 éven keresztül ilyen holofelvételen keresztül üzentek egymásnak és beszélgettek, és ahogy Asajj Ventress halad előre a nyomozásban, ahogy próbálja előkeríteni Jenzát, akkor nézi végig ezeket a felvételeket, és maga Dooku fiatal korában meséli el, hogy mik történtek vele. Nagyon izgalmas történet. És van egy csomó olyan easter egg, ami szerintem a High Republicra utal majd, de szerintem erről majd kicsit később vagy máskor fogok nektek beszélni. Szóval, olyan kalandokban ismerhetjük meg a fiatal Dookut, mint hogy hogyan tört be Szájfodiázzal a Jedi könyvtár titkos bogán gyűjteményébe, és semmisítette meg ezt végül is. És hogy Dooku igazából kit is szeretett volna mesterének először, egy bizonyos Lene Costana nevű mestert, aki végül Szájfodiáznak lesz a mestere. És Lene Costanának van egy olyan fajta happy-e, hogy azt gondolja, hogy a Sith-ek vissza fognak majd térni a galaxisba, és hogy a Jediknek fel kell készülni az ő visszatértükre, azáltal, hogy megkeresik a Sith erekjéket, és tanulmányozzák őket, illetve, hogy nem hagyják, hogy a Sith-ek, a még háttérben munkálkodó Sith-ek kezébe jussanak ezek az erekjék. Yoda mester számlájára írható itt egy újabb idiótaság, mert hogy egy tök logikus dolgot mond el a Costana mester, és mit mond rá Yoda? Nem, a Sith-ek kihaltak. Ennyi, egyszerű, mert csak, kész. Nem mert csak. Ettől függetlenül a tanács megtűri Costanának a dolgait. Sok minden történik Dookuval, ahogy elmondtam, elég rossz fényben van feltüntetve ebben a könyvben a Jedi rend, a Jedi tanács és maga Yoda mester is, és alapvetően ez teljesen, így teljesen érthető is, hogy Dooku miért és hogyan jut el oda, ahova eljut. Gyakorlatilag ahogy megismerjük Dooku múltját, rájövünk arra, hogy alapvetően a tehetetlenség véget kiábrándul a Jedi rendből, mikor ő egyébként már Jedi tanácstag, és aztán 60 éves, és a Jedik eszméjének kiábrándulásából, a Jedi rendtől való távolodásával egyszerre a fénytől is elkezd távolodni, és ez gyakorlatilag megegyezik a sötétséghez való közeledésével. Szóval szerintem ez egy fantasztikus megközelítése ennek a könyvnek és történetnek, úgyhogy szerintem mindenképpen rendeljétek elő, és olvassátok el. Plusz érdekességek még, Dookunak már az eredeti Jedi fénykardja is hajlított markolatú volt, és az erővillámokkal kapcsolatban is plusz infókat tudhatunk meg a könyvből. Ugye kicsit sokan kiakadtak azzal a kapcsolatban, hogy ugye a 9. részben ugye Rey erővillámokat használ. És nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy egyébként sem Darth Maul, sem Darth Vader nem használt erővillámokat. Miért? Nem menjünk bele abba, hogy azért, mert Vadernek fém kezei voltak. A lényeg az, hogy alapvetően a 9. részben arra van kihegyezve Rey-nek az erővillám használó képessége, hogy ő a sötét oldalhoz úgy kötődik, hogy a vérében van hát nem a gonoszság, de a sötét oldal, hiszen a nagyapja Palpatine. És alapvetően
Dukunál is az jelenik meg, hogy amikor dühös lesz, és eluralkodik rajta a sötét oldal, akkor önkéntelenül is szikrák kezdenek el pattogni a kezéből, az ujjaiból. Szóval szerintem ez egy tök jó kis alátámasztása ennek a dolognak, hogy alapvetően nem mindenki tud a erővillámot használni. Azt nem tudom, hogy egyébként később ezt úgy is kihozzák majd, hogy abszolút bárki megtanulhatja. Szerintem jelenleg az az álláspont, hogy az erővillámok használatát nem mindenki tudja megtanulni és később használni, és valószínűleg kell hozzá egy adottság, és Dukunak megvan ez az adottsága, és ezért tud erővillámokat használni. És érdekesség, hogy egyébként már gyerekkorában is használ erővillámot, és aztán, amikor Kosztána mester ezt megtudja, Yoda mester akkor pont nincs ott, akkor ezt el is tusolják. Tehát, hogy igazából mindazok, amiket elmondtam a Jedikről, hogy tehetetlenek, meg maradiak, meg tényleg inkompetensek. Tehát hogy nem hozzáértően viselkednek. Mindezek mellett még képmutatóak is. Mert hogy Kosztána mester, akkor, amikor rájön arra, hogy Dooku üzenetváltásban van a testvérével, akkor Dookunak kötelező a Jedi tanács előtt szint vallania. Na viszont akkor, amikor már Dookut Kosztána felügyeletére bízzák, mert hogy Yoda mester nem ér rá, és Kosztána nem tud megakadályozni valamit, amit Dooku tesz, akkor meg mit mond Kosztána mester? Ezt nem mondjuk el Yodának. Tudom, hogy szar, hogy ezt kell kérnem tőle, de ezt nem mondjuk el, mert téged terád is rossz hatással lenne a jövődre tekintettel. Szájfodi ezt is elvennék tőlem, lehet, hogy utána börtönbe zárnák, mert hogy ő eddig igazából azt is titkolta, hogy Szájfodi ez nagyon erősen jövőbelátó, és nem is tudná a munkáját végezni, mármint hogy Kosztána, mert hogy a Jedi tanács nem engedné sehova a templomból. Tök jó. Ezen felül még találkozunk Jula Brylon Jedi mesterrel, aki egyébként meg róla meg kiderül, hogy a egyik Jedi, aki egyébként meg ráadásul szerencsejáték függő, és ennek fényében még lop is, na róla kiderül, hogy Brylon Jedi mesternek a fia. Hoppá. A következő rész meg, hogy utána egy bűnszervezet megbugáz egy siklómotorverseny, azt hiszem ez a neve a könyvben, és utána Dooku próbálja kideríteni, hogy mi is áll a háttérben, és Brylon mestert a gyerekével zsarolják. És Brylon azt mondja, hogy jó, rendben, akkor akadályozom Dookut addig. Képmutatás a köbön. Csak ezt tudom mondani. Úgyhogy ja, tényleg azt kell mondjam, hogy ez egy fantasztikus könyv. A legjobb könyv, amit valahol olvastam. Nekem most ez a favorite. Amit hiányoltam ebből a könyvből, az, hogy hogyan lett Dooku konkrétan Sidiousnak a tanítványa. Mert hogy alapvetően tényleg van benne egy jelenet, amikor találkozik Palpatine-nal, de ekkor még számára egyértelműen nem világos az, hogy Palpatine az egy Sith nagyúr, hanem csak egy szenátor. A másik dolog, amit szerettem volna megtudni, hogy Dooku mikor és pontosan hogyan árulja el Sifo-Dyas ezt, mert hogy a klónok háborújában tudhatjuk, hogy igazából ő elárulta a barátját, és a klónsereg megrendelésének a folyamata és mikéntje sincsen még a mai napig se letisztázva. Hogy most igazából Sifo-Dyas rendelte meg, vagy Dooku rendelte meg, de azt mondta, hogy ő Sifo-Dyas, vagy... Na mindegy, értitek. Szóval ez nem világos, és én ezt sajnáltam, hogy nincs ebben benne, de ettől függetlenül tényleg magáról a történetről, a felépítésről tényleg szuperlatívuszokból tudok beszélni. És ti is rendeljétek meg, és olvassátok el. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy te mit gondolsz erről a könyvről. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!